A legutóbbi szezonban mutatott jó tavaszi szereplést szerette volna folytatni ősszel a Vaktolórendháza. A csapatnak két fronton is helyt kellett állnia, a bajnokság mellett a Magyar Kupa megyei selejtezőjében, majd az országos főtáblán menetelt Illés László együttese. A kettős terhelés rányomta a bélyegét a bajnoki szereplésre, végül 6 győzelemmel, 3 döntetlennel és 6 vereséggel a 8. helyen zárták az őszt a baktaiak. Ezzel a szerepléssel egyáltalán nem vagyok elégedett. Amikor a bajnokságot elkezdtük, akkor a célkitűzésünk az volt, hogy oda kell érni az első 8-ba. Ha csak ezt nézik, akkor azt mondom, hogy sikerült, de én nem igazán ezt terveztem, tehát nem vagyok elégedett abszolút az őszi szereplésünkkel. Az, hogy mi az oka annak, hogy nem sikerült mondjuk az elsőt borítani, annak nagyon sok összetevője van, de legfőképpen azt mondom, hogy a hazai szereplésünknek köszönhetjük azt, hogy nem sikerült odaérnünk, illetve annak, hogy szűkös volt a keretünk, tehát már azért a megyei első osztályban is, hogyha egy csapat oda akar kerülni a legjobbak közé, akkor 18-20 meghatározó futbolistájának lenni kell. Mi volt olyan mérkőzés, amikor úgy tudtunk kiállni, hogy 10-11-en, 12-en voltunk. Ez amúgy meglátszik a tabellán, a statisztika az nem hazudik. A Magyar Kupában a megyei selejtezőt követően az NB2-es Cigándot és az NB3-as Gyulát búcsúztatva a legjobb 16 közé jutottak Maricsék. Végül a Szolnok állította meg a Baktalórendházát. Az ősz legjobb meccse az számomra ugye a kupa meccs volt, a Cigándi kupa meccs, az volt véleményem szerint az ősz legjobb meccse, illetve voltak olyanok, ami nagyon szívesen megmarad az ember emlékébe, az ilyen például egy első fél idő szakolyban, amikor egy hatost tudtunk gurítani az első fél időben, az nagyon-nagyon jó kis első fél idő volt, amikor nagyon összejött minden, illetve ami még nagyon tetszett a Sényő elleni mérkőzésünk, ami a Gyula utáni Magyar Kupa meccsen volt, és ott szenzációsan fociztunk, és nagyon simán tudtunk nyerni. A baktai játékosok jelenleg pihenőjüket töltik. A játékos keretben nem várható jelentős változás, a felkészülés január első hetében kezdődik, mivel február 25-én már folytatódik a bajnokság.